Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Olvasom Isten igéjét, az Ézsaiás próféta könyve 60. fejezetének 15. versétől a 22. terjedően a következőképpen. Bár elhagyott és gyűlölt voltál, feléd sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezővé nemzedékről nemzedékre. Népek tejét szopod, királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én az Úr vagyok, szabadítod és megváltod, Jákob erős Istenen. Részhelyet aranyot hozatok, vashelyet ezüstöt, fahelyet rezet hozatok, és kőhelyet vasat. Békét adok, hogy az irányítson, és igazságot, hogy az parancsoljon. Híresem lesz többé országodban erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak. Isten szabadításot nevezett kőfalaidnak és dicséretét kapuidnak. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el, az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország, facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatja dicsőségemet. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé, én az Úr rövid idő múlva megvalósítom ezt. Eddig tart Isten igéje. Keresztény testvéreim, kedves tévénézők, ki vagyok én? Nagyon sokszor tesszük fel ezt a kérdést. Talán sok fiatal így elmélkedik magában, túl kövér vagyok, a bőröm tele van pattanásokkal, az arcom olyan sápott és beesett, amikor a számot kinyitom, csupa badarságot mondok. Így, ahogy vagyok, senki sem fog engem igazán szeretni. Mások szeretetre méltóbbak, mint én. Gyakran nem vagyok olyan érett és felnőttes, mint más fiatalok. Milyen legyek, hogy az osztályom vagy a klik elfogadjon engem? Nagyon fontos kérdések ezek egy fiatal számára, de hol talál erre kielégítő választ? A felnőttek ugyanilyen kérdésekkel küzdenek, csak 10-20 évvel idősebben. Izraelben az emberek reménykedtek, testvéreim, a messiásban. Amikor azonban bevonult Jeruzsálembe, mégsem ismerték fel. Pedig láthatták, amit a próféta megjövendelt, az élet terheitől megtört asszony felegyenesedett, a mindenki által megvetett bűnös nőt Jézus megbecsüléssel vette körül, a házasságterő nőt védelmébe vette, a gyászoló özvegyen megesett a szíve. Jézus szemeiben végtelenül értékesek vagyunk, testvéreim. Minden emberrel találkozni akar, és megbecsülést akar felkínálni mindenkinek. Keresztény testvéreim, mit gondoltok? Vajon ki határozza meg, hogy mi értékesek vagyunk? Az embertársaink, vagy pedig maga az Isten? Amen. Erős vár a mi Istenünk.